Ez a kis videó Európa legnyugatabbra fekvő országában, Portugáliában, Barcelos városban készült. Ide nyílik lehetőségük a jászberényi tanulóknak és pedagógusoknak egyaránt ellátogatni a Mobility France pályázatain keresztül. Mit jelent a Mobility France és mivel foglalkozik a szervezet? A Mobility France egy 20 fős nemzetközi szervezet, mely Erasmus Plus-os szolgáltatásokra épül. Portugáliában működő magán- és állami cégekkel, gyárakkal, társaságokkal biztosít együttműködést nemzetközi szinten az iskoláknak. Remek lehetőség a diákoknak szakmai gyakorlatuk elvégzésére. A szervezet elnökét, Nuno Barbózát arra kértük, foglalja össze, hogy miért érdemes pályázni a fiataloknak, illetve a pedagógusoknak. Az első és legfontosabb indok, amiért a Mobility France-et érdemes választani, az a tapasztalat, illetve a tapasztalatszerzés. Tudva lévő, hogy 7600 partnerünk van, ami egy elég jó bázis arra, hogy meg tudjuk szervezni a különböző mobilitásokat mindenféle területen. A másik nagyon fontos dolog a professzionalizmus, amivel a szervezetünk dolgozik. A cserediák programban résztvevőket egy újonnan kialakított kampuszon szállásolják el. Focipálya, úszómedence felel a szórakozásukért, és helyi kulturális programokon vehetnek részt. A két hét talán azt is elősegíti, hogy a résztvevők a nyelvismeretüket gyarapítsák. A témában a Mobility France asszisztense Sas Adrián szólalt fel. Igazából két hét alatt csak a legalapvetőbb kifejezéseket lehet megtanulni, köszönés, egy-egy adott szituációnak a mondatait, illetve a legfontosabb párbeszédeket, amik az ottani kinti élethez kellenek. Az érdeklődő intézményeket a nemzetközi szervezet saját pályázatírói segítik. A legtöbb sikeresen elbírált pályázatot szakember írta. A mi feladatunk, vagy az én személyes feladatom ebben a projektben főleg a tanácsadás, illetve a közvetítés, tehát szívesen segítek a jelenlévő iskoláknak abban, hogy hogyan lehet egy sikeres pályázatot összeállítani, illetve abban, hogy a saját tapasztalataink mennyire hasznosak ebben a pályázatírási tevékenységben. Szatmári Antal Jászberény város alpolgármestere szerint az Erasmus Plus széleskörű lehetőségeket nyújt. Beszédében többek között a kapcsolati tőkék növelését, a kulturális ismeretek szélesítését és a nyelvtudást hangsúlyozta az együttműködés előnyei közül. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy kijussunk, tapasztaljunk, hozzuk haza a jó dolgokat. A pályázatokat három csoportba kategorizálják: ifjúsági csere, európai önkéntes szolgálat és szakemberek mobilitása. Ezekből bővebb információt és a részvételi feltételeket az Erasmus Plus hivatalos oldalán találják. A jelentkezési határidő 2017. február 2-a.